Reggel 4 óra óta járunk a sebesültek, foglyok, pihenő huszárok közt, és halljuk a limanovai csata történetét. De mi, magyarok, a kérdéseinkkel mindig csak a nádasdi huszárok éjszakai harcára térünk vissza. Az orosz halottak között járva alig láttam rajtuk lőtt sebet. Ahogy a messzelátón nézek a völgyön túl, a hegynek a lábánál, egy magányos sírnál egy huszár térdel. Lehajtott fővel imádkozik. A kép fölött valóságos Isten csodája, itt északon, egy héttel karácsony előtt, melegen, szikrázóan süt a déli nap. Ilyen sokat átemeltet a szüngyedapám. Csodával határos módon megmaradt. Mert ugye nagyapámnak 4 fia volt. Aztán minden 4 a fronton volt. Egy maradt ott. A Kálmán a legidősebb, amikor ott maradt. Természetesnek vették, hogy meg kell halni. A hazáért meg kell halni. Mert ő egy halhatott volna, nem egyszer, többször is azt mondja. Az ifjú csornai csizmadia mester Újhegyi Béla 1908-ban 20 esztendősen vonult be a császári és királyi 9-es nádasdi huszárezred állományába. Ahogy fia meséli, apja lóra termett. Tisztjei precizitása miatt különösen kedvelték, de azért is, mert kiváló minőségű lovagló csizmákat készített számukra. Az 1688-ban alapított, számos győztes csatát megjárt híres alakulat igazi iskolának számított. Az újoncok itt elsajátíthatták a korban elit lovas csapatnemnek számító huszárság csínyát-bínyát. De Újhegyi Béla megismerhette azt a különleges milliót is, ami a városban övezte a nádasdiakat. Huszárnak lenni ugyanis életforma volt Sopronban. Erről 1908-ban maga az uralkodó Ferenc József is meggyőződhetett. A korban olyan kiváló tisztek váltak a sorállomány példaképévé, mint a díjnyertes lovas Hambai László, vagy éppen a vármegye alispánjának fia Hajas Dezső. Az 1886 óta az ezrednél szolgált Múr Ottmárt, ahogy az ifjú huszárok maguk között hívták, Múr bácsit pedig megkülönböztetett tisztelet övezte. A páratlan csapatszellem magával ragadta az újoncokat is. Újhegyi János szerint egyetlen egy képesség azonban nem volt tanítható. Lóra születni kellett. A sorozatlövés a gyors tüzelő fegyverek megjelenésével teljesen megváltozott a háborúknak az arca. A fegyverneknek új alkalmazást kellett keresni, így a lovasságnak is más feladata lesz, mint egy hagyományos huszárroham, ami egy ilyen fegyverekkel szemben már szinte öngyilkosság volt. A lovasság fő feladat ezentúl a felderítés volt, a távol és a közel felderítés, a vállalkozások, a portyázások, fogolyszerzések és egyéb hasonló klasszikusnak is nevezhető lovas feladatok. Nyilván ehhez igazították a kiképzést is. A kiképzésnél a legfontosabb, hogy a huszár az uralja a lovát, tehát a biztos lovagló tudás. Ez mindent fölülírt. A másik a fegyverismeret, a fegyverhasználat. Most már a huszárnak ugyanúgy kellett használnia és harcolni a szabjájával is, mint ahogy célba is kellett tudnia lőni a karabélyával. A huszárok számára nyilvánvalóan fontos volt a pontosság, a fegyelem, az önállóság. Különösen igaz az altisztekre, a tisztekre. Hiszen egy felderítés, egy vállalkozás alatt sokszor önállóan kellett dönteni, önállóan kellett elhatározásokat hozni. A térképismeret, a tájékozódás alapvető tudásnak kellett, hogy legyen. Rövid idő alatt kialakult az a fajta kohézió, ami nélkül szinte lehetetlen volna megoldani egy válságos helyzetet. Ez a huszár szellem. A legénység bízik tisztjeiben, hiszen a tiszt apja, papja, tanítója a huszár. Meghallgat minket. Jó ötleteinket elfogadja, a végrehajtás együttetű. Bajtársak közt társam a lovam is. Mindenben együtt kell működnünk. Békeidőben készülünk a háborúra. Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának híre gyorsan terjedt Sopronban is. Sokan ismerték itt, hiszen a trónörökös 1890 és 92 között
éppen a nádasdi huszárok ezredparancsnokaként szolgált. Halálát követően az osztrák-magyar monarchiában a vészharangok rövidesen megkondultak. A háború megindítását, annak ellenére, hogy kezdetben Tisza István miniszterelnök ellenezte, a bécsi burgban már eldöntötték. A monarchia kizárólag Szerbia ellen kívánt háborúzni, csak hogy a kis balkáni állam mögött ott állt Oroszország. A Franz Konrad von Hötzendorf tábornagy vezette vezérkarnak tehát két frontos háborúra kellett terveket készítenie. A monarchia Oroszországgal önmagában véve nem tudott háborúzni. Következésképpen szüksége volt német szövetségese támogatására. Mert pedig, hogyha Németország belép a háborúba, az azt jelentette, hogy az akkor Oroszország mellett Franciaország is, tehát Oroszország szövetségese szintén belép a háborúba, ez pedig egyet jelentett volna egy kontinentális vagy akár világháború kirobbantásával is. Mindenesetre, mint mondtam, szándékosan csak Szerbia ellen mozgósította a monarchia, és ennek megfelelően aztán az a kontingens, amit ide szántak a szerb hadszíntérre, ez került mozgósításra, 28-án volt az első mozgósítás nap, és ez volt az a mozgósítás, amely már érintette a 9-es soproniakat is, tehát a nádasdi huszárezredet is. Hangulata jó volt, fiatalok voltak, aztán meg ilyen hazaszeretetre nevelték ma iskolában a gyerekeket, ma akkor is. Aztán ugye mire katonák bevonultak, aztán a fokozódott, az a lelkesedés, az a szeretetre. Meg aztán főleg ma, mikor a ütközet volt, aztán akkor, még akkor jobban belelóvalták magukat mindenbe, ugye győzni akartak minden áron. A B lépcső itteni csapatainak a nagy része lényegében véve tüntetett, demonstrált. El kellett hitetniük a szerbekkel, hogy amíg ők itt vannak, addig itt egy hatalmas támadás kezdődik majd. Amikor 1914. július 31-én a monarchia az oroszok ugye, mozgósítására válaszul, kénytelen volt maga is elrendelni az általános mozgósítást, tehát valósággá vált az, amit korábban féltek, hogy két fronton kell majd háborúzniuk. Akkor döntés született arról, hogy ez a bizonyos B lépcső, amiről beszéltünk, ez augusztus 18-ától kezdve folyamatosan elszállításra kerül Galíciába. Ennek megfelelően kerültek aztán elszállításra a 9-es huszárok is. A frontra érkezett huszárok már a háború első napjaiban nevet szereztek maguknak. Stojanovnál a kassai 5-ös és a marosvásárhelyi 9-es honvéd huszárok nyílt terepen, tűztámogatás nélkül, 1800 lépés távolságról kezdték meg a lovas rohamot. A huszárok megugrasztották még a rohamhoz fejlődő orosz lovasságot is. 48 órán belül azonban Gorodoknál fordult a kocka. A magyar lovasság, amikor Gorodok elé ért, zárt alakzatban csatarendbe fejlődött, és felderítés nélkül, semmivel sem törődve, ebben a célszerűtlen alakzatban gyalogságunkra rohant. Tüzérségünk élénk tüze, majd gyalogsági sortűz fogadta, az őrülten bátor, de eszeveszett rohamot. Így emlékezett vissza az ütközetre maga Brusilov orosz tábornok, akinek katonái az emlékiratok szerint sírtak, miközben a magyarokra tüzeltek. A halálroham során közel 500 huszár és 650 katona ló veszett oda. Sokan már az egész fegyvernemnek a végét jósolták. Úgy gondolták, hogy leáldozott a lovasságnak az új fegyverek megjelenésével. Mások ezt tagadták, és az, az igazság, hogy az osztályokmagyar monarchia tábornoki karában többségben voltak azok a tábornokok, akik, ha úgy tetszik, konzervatív módon kezelítették a kérdést, tehát hallani se akartak arról, hogy a lovasságnak a kiképzését, felszerelését hozzáigazítsák, úgymond, a modern követelményekhez. A
A lengyel-magyar kapcsolatokban új fejezet nyílt itt Krakkó főterén, illetve a környező csatatereken. 1914 első háborús hónapjaival a lengyelek számára lehetőség nyílt Lengyelország újra szervezésére. Ezért jött létre a lengyel légió, amely válvetve harcolt az osztrák-magyar csapatokkal. Ez a légió igen népszerű volt Magyarországon, gyűjtést szerveztek részükre, illetve sok magyar fiatal önként is jelentkezett ebbe a kötelékbe. Beszéltem magyar fiúkkal, akik elszöktek hazúrról. Sok van ilyen, aki nem győzte bevárni a gimnázium padján a katonasort. Úgy összeszorul a szívem, ha látom őket. Ti azt hiszitek, fiúk, hogy a ti véretek is kell ahhoz, hogy újra szülessen? Hanvaiból új életre keljen a rég elporlat Lengyelország? Miért mondjam meg nektek, hogy ezt a háborút remény nélkül is végig kell verekedni? Természetesen a lengyelek már a háború előtt is kedvelték a magyarokat. A huszároknak gyönyörű egyenruhája volt, nem véletlen, hogy a lengyel nők oda voltak értük. A huszárokról alkotott kép egyértelműen pozitív volt, a galíciaiak úgy gondolták, hogy a huszárság az egyetlen erő, mely megmentheti szülőföldjüket az orosz kozákoktól. Úgy vélték, hogy senki más nem tudja megvédeni a lángba borított Galíciát a kirabló, erőszakot alkalmazó kozákoktól. Csak a huszárok. A lengyelek tudták, hogy a kozákok tartanak a huszároktól, vörös ördögöknek hívták őket. Egyszerűen féltek tőlük. Amikor a 9-esek kijöttek Galíciába, az osztrák-magyar hadvezetés az összes lovas alakulatot ugyanegy távolfölderítésre vetette be. Erre azért volt szüksége, mert akárhogy szépítjük, tulajdonképpen fogalma nem volt arról, hogy az ellenség hol és milyen erőkkel vonult fel. Miután ezt szerette volna megtudni, ez lovas hadosztályait arra utasította, hogy nyomuljanak be orosz területre, 200-300 km mélységig, és ott derítsék fel, hogy hol állnak nagy orosz seregtestek. 1914. augusztus 25-én hajnalban indította el Hajas Dezső járőrparancsnokunk a megadott irányba az akciót. A parancs, hogy megállapítsuk alakulataik összetételét, fegyverzetét, harci felkészültségét és az állásaik pontos helyét. A védelem mögé kerülni óriási kockázattal jár. Feladatunk azonban csak így teljesíthető. Járőrünknek meg kell vizsgálnia azt is, hogy az erdő sávjában az ellenség kialakított-e összefüggő arcvonalat, és hogy van-e átjárási lehetőség a zászló aljak ezredek között. A hadosztály számára ezek ismerete élethalál kérdése. Társa volt neki aló, azt mondta, az volt a társa. Első nap azért hetekben még akkor voltak lóhatoni őrjáratok, meg aztán kisebb összetűzések, főleg kozákokkal. Voltak, amikor kozákok mentek velük szembe, úgy nézett, mint egy erdő, aminek lándzsájuk volt a kozákoknak. Ilyen pikának mondták azokat. Aztán ezeket az apám még kiképezték annak az ellenszerére is, a pikaknak az ellenszerére. Karddal elébék tartottak, aztán félrenyomták a pikát, aztán ütve vágtak. Felének sikerült, felének nem. Azt mondja, már akinek nem is kell, azt mondja, vagy végigvágták a fejét, ha nem tudta kivédeni, vagy az levágott hármat, vagy őt elsőre levágták. Parancsnokunk déltájban küldte el a második, rendkívül értékes járőrjelentést. Részt találtunk az oroszok arcvonalán. Erejük feltérképezése során az erdő határában tüzérállást fedeztünk fel, de nem maradt sok időnk az adatok feljegyzésére. Szétugrasztották őket, őben mentek bele, szintén egy járőrbe, aztán ugye a Hajas Dezső meg lemaradt, aztán nem, ugye elesett, meghalt. Már ők meg nem tudom hányan voltak, mert megmenekültek, de nem tudták kihozni onnan már akkor a Hajas Dezsőt, már akkor ők is ott maradtak volna. Készülj! Gyere már! Tűnjetek el, egyétek, maradjatok meg. Ilyen rendes ember volt az a Hajas Dezső. Feláldozta magát,
azért, hogy ezek át tudják hozni, amit följegyzett. Amíg állítólag nagyon jó volt, ilyen híranyag, ilyen felderített híranyag. Gyere, Béla, énekelj! Itt az eső, nagy sárban az utcán. Barna kislány sírva mosakultnál. Nem súlyog a cipra, súlyog a kezébe, amit a kifronton harcol a szeretet. Mindig beszélgettek, azt mondja, nem halálról beszéltek. Persze, a fiatalok voltak, nem szerettek halálról beszélni. Ez apám ilyen régi népdalokat tudott énekelni, azokat igen szerette. Meg igen jól énekelt. Belekerültünk a sűrűjébe. Itt mennydörög a háború. Talán holnap mi is a halálállomáson végezzük. Tarmosinnál az éjszaka közepén kezdtek minket ágyúzni. Tun kapitánynak köszönhetjük, hogy rendet tett soraink között. A 15-ös gyaloghadosztályt megtizedelte a váratlan csapás. De vannak jó hírek is. Az eltűntnek hit erős hadnagy árruhában szökött vissza hozzánk. Vagányságunkat Turi Ferenc és Horváth Dezső bizonyítja. Zolkiev városkába lovagolva eleséget loptak a Muszkától. Felethetetlen lakománk volt. Cserébe mi is megkínáltuk őket. Szeptember 10-én a géppuskásoztak Feszler főhadnagy és Babics hadnagy parancsnoksága alatt hatalmas golyózáporral árasztja el az oroszokat. Az öröm közepette is hősi halottjainkat gyászoljuk. Az orosz túlerőfokozatos kibontakozásának a következtében Konrad von Hötzendorf vezérkari főnök szeptember 11-én kénytelen félbeszakítani a addigra eléggé hullámzóan alakuló II. Lembergi csatában a küzdelmet. Arról van szó, hogy a monarchia a szán mögött próbálta meg stabilizálni védelmét, és aztán úgy október elején a németekkel szövetségben megpróbálta visszafordulásra kényszeríteni a már akkor kibontakozó orosz gőzhengert, ahogy az újságírók nevezték. Ennek a visszafordítási kísérletnek azonban a végeredménye megint csak vereség lett, így aztán a monarchia tovább folytatta a hátrálását, most már a Dunajec folyó mögé. A különböző szintű parancsnokok a háború első hónapjaiban még sok manőverre számoltak. Ebben különösen fontos szerep jutott a huszároknak. A huszárok gyorsan mozgó alakulatait nem zavarta se a folyó, se a völgy, gyorsan át tudtak kelni bárhol, bármilyen terepakadályt le tudtak küzdeni. Ilyen módon tudtak az ellenség védelme mögé kerülni, vagy azt oldalba támadni. 1914. október 10-én Hanvai főhadnagy is arra kapott parancsot, hogy a támadó bécsi landwehr alakulatokat feltartóztató orosz védelmet próbálja meg megkerülni. Ezt 80 huszár, illetve egy géppuskás szakaszsal sikerült is neki végrehajtania, bár elég sok nehézséggel kellett szembenéznie. Ez az az idő, amikor mindenki megnézi, ki lovagol mellette. Mert ilyenkor válik el, hogy kiben mi lakik. Ez az a perc, amikor a legkeményebb legény is lehetőleg keres magának egy olyan megbízható kardú pajtást, akivel szívesen vereszik egy frontban. Ez az a perc, mikor a huszárok szép csendesen meglazítják a kardot a hüvelyben, a forgópisztolyt a tokban. Megtapogatják búcsúzóra a fényképekkel tele tárcájukat, vagy egy kis keresztet, s úgy suttogva kicserélik a végső óhajtásaikat, utolsó megbízásaikat. Az apámnak aztán ilyen hanvai voltak, századparancsnoka, majdnem egész háború alatt is. Aztán ő neki volt lovásza volt. Már a hanvai békeidőben versenyzett. Aztán az apám nagyon sok felderítésben volt benne, mert a hanvai vitte magával, a jó lovas volt. Kellett valamit helyrehajtani, valamilyen rajtűtés, aztán oda a hanvait küldték mindenhova. Csak fel a gyereknek mondták, ők ottan maguk között. Fel a gyereknek mondták. Az elnevezés olyannyira méltó volt Hanvai Lászlóhoz, mint a Vörös Ördög a Magyar Huszárhoz.
1914. október 10-én a 80 fős soproni különítmény egy géppuskás szakasszal sikerrel kijutott a beásott orosz gyalogság védelmének oldalába. Hanvai kapitányék az ellenséges tüzérség tüzét kikerülve egy meglepetésszerű támadással ki is űzték állásaikból az oroszokat, így lehetővé vált a Landwehr alakulatok további támadása. Egy osztrák szemtanú, Rédl százados, valódi huszárcsínynek nevezte a nádasdiak tettét, akiket Galíciában már a mi huszárainknak neveztek. De az újonnan alakult lengyel légió sem maradt adós. Lovasságuk a Kárpátok bércei közt éppen ezekben a napokban esett át a tűzkerességen. A Máramarosba betört orosz gőzhenger ellen közel 2000 fővel vonultak fel. Az ellenség túlereje azonban mit sem ért. Egy korabeli szerző szerint Krács falva és a környező terep az oroszok számára tökéletes zsákutca volt, igazi halálkatlan, amelyből nem volt menekvés. A lengyel győzelmek után levelet váltott két polgármester, Krakó híres polgármestere, a nagy Krakó megálmodója, Julius František Leó, illetve Bárci István, Budapest nem kevésbé híres, nevezetes polgármestere. Leó szerint a lengyel győzelemnek a záloga a régi tradicionális helytállás, az, ami a lengyel zászlókat évszázadokon keresztül győzelemre vitte, és az orosz csapatokat ismét legyőzte. Valamennyien őszinte hálával és meleg, lelkes szeretettel láttuk a csodálatra méltó lengyel légió közreműködését hazánknak az ellenségtől való megtisztításában. Erősen hisszük, hogy a kemény karú és bátor szívű magyar fiúk derekasan segíteni fognak az önök hazájának felszabadításában. Współpraca pomiędzy legionistami i żołnierzami monarchii, czy między sztabami, o tak to powiedzmy, monarchii i dowódcami, no układała się bardzo różnie. A lengyel légió és az osztrák-magyar monarchia csapatai közötti együttműködés változatosan alakult, nem mindig volt felhőtlen. Az osztrák-magyar monarchia csapatainak vezetői ugyanis nem teljes értékű katonaként tekintettek a légiósokra, inkább önkéntesek voltak a hadvezetés szemében, akikre fontosabb feladatokat nem lehet bízni. Valójában egyszer működött igazán jól mindenki teljes megelégedettségére ez az együttműködés a Limonovai csata idején, illetve egy kicsit korábban, Hüzsovkinél, amikor Pilsudski tábornok Nagy Gyula tábornok parancsnoksága alá tartozott. Nagy Gyula tábornok a lengyelek valamennyi kívánságát teljesítette. Rosszabb puskáikat jobbra cserélték, modern lövegeket kaptak, továbbá 90 huszárt a lengyel légióhoz csoportosított. Nagy tábornok valódi katonaként tekintett Pilsudskiékra, s valódi feladatokat bízott rájuk. No i wtedy, prawda, generał Gyula Nodzich potraktował tak, jak prawdziwych żołnierzy i powierzył im prawdziwe zadanie. November végére a front egyrészt a Kárpátokban, másrészt pedig már Krakó közelében húzódott. Az oroszok erőnyomulását ekkor úgy tűnt, hogy semmi sem állíthatja meg. Bármennyire is nehéz harcokat vívott az osztrák-magyar hadserege, az orosz túlerő, amelyet ekkor Konrád kb. Kétszeresre satszolt, ez az orosz túlerő úgy tűnt előbb-utóbb a döntő győzelmet is kikényszeríti a monarchiával szemben. Ez azt jelentette volna, hogy áttörik a védelmet, benyomulnak Magyarországra, elfoglalják Budapestet, és ezzel lényegében véve az osztrák-magyar monarchia háború feleségét idézték volna elő. Franz Konrad von Hötzendorf gyalogsági tábornok a monarchia vezérkarának a főnöke igen nehéz helyzetbe került, amikor az orosz csapatok megközelítették Krakkót. Meg kellett védeni a várost, illetve meg kellett oldani azt a problémát is, hogy a város és a Kárpátok között egy jelentős hézag alakult ki. Ezen keresztül az oroszok akár Sziléziáig is eltámadhattak. Azt a tervet dolgozta ki, és amit ezt aztán végre is hajtottak, miszerint a negyedik hadsereget visszavonja Krakkóig, az erődrendszerre támaszkodva kialakít egy védelmet, a felszabaduló csapatokból pedig létrehoz egy hadműveleti csoportosítást, és ezzel a hadműveleti csoportosítása ellentámadást hajt végre úgy, hogy az oroszoknak a bal szárnyát átkarolja. Ezt a támogatást a Kárpátokból a harmadik hadseregnek is kellett támogatnia, hogy az ott támadó orosz csapatokat lekösse. A nádordi huszárok feladata voltak éppen azzal függött össze, hogy mozgékony alakulatként igyekezniük kellett
jóval nagyobb területet ellenőrizni, mint amennyit egy gyalogsági alakulat képes lett volna ellenőrizni. Gyors mozgással igyekezniük kellett megakadályozni az oroszok benyomulását ebbe a bizonyos térközbe, különösen annak a legveszélyeztetettebb pontjánál, Najszandeznél, a Dunajec folyón létesített átkelőhelynél, ahol vasúti és közúti híd is létezik. A 9-eseknek tulajdonképpen a szerepe nagyon fontos volt, de nem csak az övéké volt fontos, hanem valamennyi ennek a bizonyos vegyes seregtestnek, amit később aztán ugye többféleképpen átalakítottak és többféle feladattal bíztak meg, ennek a keretén belül kell teljesítenie a rájuk bízott feladatot. Hát vademberek vagyunk mi. Már a háború az otthonunk. Közülünk is sokan elestek már. A dögésznek ad munkát bőven a muszka, de a kolera is tizedeli sorainkat. A körülmények aggasztóak, ráadásul már nyakunkon a tél. Örvendünk, ha hetente tudunk tisztálkodni, meg egy jót aludni. Mi járhat most a fejedben, drága büske? Én? Meg vagyok. Ne aggódj. Sok a megfáradt, beteg köztünk. Mi magunk meg lovaink is megsínlik a hadak útját. Meg kell találnunk a belső békét, különben felőröl minket a háború. Azon múlott az egész vállalkozás sikere, hogy előbb érkeznek-e be az erősítések Krakó irányából, mint hogy az oroszoknak sikerül áttörniük a Dunajecen, elfoglalni Limonovát és benyomulni a Roth seregcsoport mögé. Azon múlott a siker, hogy meddig képesek tartani a Limanovától délkeletre húzódó dombsoron kialakult állást az oszták, népfölkelők, tehát landwehr alakulatok, magyar honvédek, valamint az ide érkező ugye, huszárok. Egy a hadműveletekben résztvevő tábornok szerint a limanovai hős elnevezés a győzni akarás szimbóluma, és azt jelképezi, hogy a magyar katona akar és tud győzni, és tud meghalni. Mozivászonra kívánkozó indiánus jelenetféle következett. A menekülő két orosz lovas vágta közben, a nyerekben hátrafordulva pisztollyal lövöldözött ránk, mire a mellettem vágtató Harti Péter huszár lekapja a karabélyát, és ő is tüzel. Alig lehettünk tőlük 100 méterre. Véletlenül, de Vinetunak is becsületére váló mesterlövéssel az egyiket pont fejen találta. A felderítetlen területen végrehajtott akciót megkoronázta az az elkobzott irattáska, mely rendkívül értékes orosz információkat tartalmazott. Az erősítést csak ezen adatok ismeretében indíthatták el Krakkó felé. A következő bátor tett a néhány nappal korábban huszárokkal megerősített lengyel légióra várt. 6-án az ellenséget nem tartóztatom fel, eljutott volna egészen Limanova alá. Ez mindenekelőtt derék fiaim érdeme, akik az 1-6 ellen küzdve egész nap mindössze 12 kilométert szorultak vissza. A bátorságnak mindig megvannak az eredményei, különösen a háborúban. Arra kényszerít, hogy hamisan mérje fel erejét az ellenfél, és ez nagy plusz a bátor számára. Ők voltak az az alakulat, amely egy meglepő ugye, hadművelet keretében a Dunajci átkelőnél, Najszandeznél a közeledő oroszokról nagyon komoly információkat hoztak. Tehát ők beszámoltak arról, hogy itt bizony már elég komoly orosz erők gyülekeznek, és egy váratlan tűzcsapással sikerült is őket valamilyen módon visszakényszeríteni, persze egy jelentős jelenállást nem tudtak kifejteni, úgyhogy végül ők is visszavonultak Limanova felé majd. Mindenesetre ez egy nagyon hősies akció volt a részükről. Limanova az én családomnak az gyerekkorom óta nagyon nagy dolog, mert ugye nagyapámat ott vesztettem el. Édesapám révén hallottam először
ugye Limanováról, mert máshol nem iskolában, ilyen helyeken nem említették a limanovai ütközetet, és édesapám mesélte el, hogy a magyar huszárok milyen hőstettet hajtottak végre. Múr Otmár az ezredesi rendfokozatot 1914. augusztus 1-én kapta meg. Ekkor Sopronban teljesített szolgálatot a Póttest parancsnokaként. Élete nagy álma volt, hogy egyszer szeretett ezredének lehessen a parancsnoka. 1914. december 1-én ezred parancsnoknak nevezték ki, majd elindult Krakkó védőbástyája Limanova felé. Huszárok! Köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy a legfőbb hadúr kinevezett a 9-es számú huszárezred parancsnokává! További vitézi helytállást! Éljen a király! Világ úr! Ezredes úr! Istenük volt nekik. Istenítették azt az embert. Múr bácsinak mondták. Igen, szerették azt az ezredest, az ezred parancsnokokat. Szóba állt mindegyik katonájába. Nem éreztette azt a különbséget, ami volt köztük. A rangbeli különbséget. Bármelyik huszár azt mondja, meghalt volna érte. Helyette. Annyira szerették. Múr Otmár válságos helyzetben vette át a parancsnokságot Limanovában. A város védelmét ellátó megerősített 10. lovas hadosztály védőállásai délkeletről és keletről félkörívben fogták körbe a várost. Ugyanis a közeledő orosz 8. hadtest 15. hadosztályának előrenyomulása a Limanova kaninai műút mentén volt várható. A terepviszonyok adottságai alapján a műút menti Jablonyec és a várostól délre fekvő Golcuv magaslat különösen fontossá vált. A Golcuv uralgó pontjának birtoklása a védők és a támadók szempontjából is létfontosságúnak látszott. Tudta a vezetés azt, hogy ha elesik az a rés, akkor baj van, akkor áttörnek a nagy erők, át tudnak törni azon a résen. Ez volt a lényege neki. Rendkívül megerőltető a veszteségeken kívül, tehát azon kívül, hogy ugye folyamatosan csökken az ellenálló képesség, hiszen mindig vannak veszteségek. Ráadásul az ottani körülmények, a pokoli stressz, amit el kell viselni a katonáknak, a szembeálló tüzérségnek a tüze, amely rettenetesen megviseli a katonákat, az állandó életveszély tudata, azon kívül az időjárási viszontosságok, amit hozzá kell szintén tenni, közeledünk a télhez már, meglehetősen zord viszonyok uralkodnak. Itt fent a vonalban a legrosszabb, hogy a lövedékek fütyülését fejünk fölött tétlenül kell törnünk. Várjuk a csodát, mint Limanova lakói, akik Szűz Máriához fohászkodnak, hogy ne pusztítsa el az orosz tüzérség a várost. Fölvonult egy magaslatra. Ott kezdő, azt mondja, valami 3-4 óra hosszat volt, ottan ez nappal volt, aztán akkor az elcsöndesedett, visszamentek. Akkor jött a másik, váltották őket. Ez így ment, azt mondja, valami 3 napig. Az apám annyit mondott a pokolba. Annyit mondta az apám, a pokolba voltam. A Golcuv magaslaton a császári és királyi 13. huszárezred különítménye, a nádasdi huszárezred géppuskás szakasza, egy század lengyel légionista és a Landsturm zászlóai egy századának katonái helyezkedtek el. A magaslattól jobbra volt állásban a császári és királyi 9. huszárezred 3 százada. Múr Otmár már reggel 9 óra 38 perckor jelentette az ellenséges támadást. Ott harcolt a magaslaton az egyik legjobb magyar vívó, az 1908-as londoni olimpia 4. helyezettje, Szántai Jenő 10-es huszárkapitány is. A közel 5-szörös túlerővel szemben a maroknyinak tűnő véderő kevésnek bizonyult. A magaslatot az oroszok elfoglalták, így a nádasdi huszárok állása a továbbiakban nem volt védhető. Múr ezredes, heves srapnel és géppuskatűz közepette úgy döntött, hogy új állást foglal, és hátrább helyezi a védővonalat. Olyan egység volt ebbe az ezredbe, hogy bátran szembeszálltak, akármilyen túlerő volt, és nem kímélték magukat. Még hogyha tudták, hogy azoknak a fegyverzete
sokkal modernebb, mint az övék, de a hősiesség az felülmúlt minden. Mindannyian gyászolunk valakit. A minap elvesztettem földi jó barátom, a Csornai élő Jóskát. Ferkóikkal reggel indultak felderítő járőbe. A különítményt Babi Zsula főhadnagy vezette. A templom oldalába éppen, hogy befészkelték magukat, mire rajtuk ütöttek. Fejlővés végzett vele. Ferkó fájó szívvel, de kénytelen volt őt otthagyni a templom kertben. Reménykedem, hogy a Muszka is eltemeti méltó módon. Nyugodj békében, Jóska. 10-én jött a hír, hogy az oroszok a bal szárnyon fönn a Jabloneci dombon, hogy betörtek az oroszok, és hogy a Nádasdi ezred nagyapám vezényletével menjenek és váltsák fel megerősíteni a csapatokat. Perej uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal. Perej uram, a velem perlőkkel. Perej uram, a velem perlőkkel. Ragadj pajzsot, vértet. Harcolj az ellenem harcolókkal. Ragadj pajzsot, vértet, és siess segítségemre. Védj elő lándzsát, csatabárdot üldözőim ellen. Szólj így hozzám, én megsegítlek téged. Érje szégyen és gyalázat azokat, akik életemre törnek. Hátráljanak meg, és piruljanak, akik rosszat terveznek ellenem. Legyenek olyanok, mint a szélhorta polyva. Az Úr angyala szórja szét őket. Legyen útjuk sötét és sikos. Az Úr angyala üldözze őket. Példaértékű, szabad így mondanom, amikor a kilenceseket elbanészre vezényelik 14-én, akkor a feladatok épp az lenne, hogy fölváltsák az ott harcolókat, de kiderül, hogy mire odaérnek már a frontvonalban szinte senki nincs a védők közül. Szinte mindenki meghalt. És erre nyilvánvaló módon nincs lehetőség akkor a felváltást megcsinálni. Egyetlen megoldás van, amit Murot már akkori parancsnokuk megparancsol nekik, utána előre. Ekkor saját elhatározásában felismerte a helyzetet, és akkor kiadta a parancsot, hogy előre, fiúk, éljen a király, és az ezrede élén érére állt, és rohamot indítottak a elfoglalt állások ellen. Az apám ott volt, nem messze tőlem, huszárok előre, gyertek fiúk, vagy nem kiabáltottam minden. Mentek előre karabéllyal, kilőtték az öt töltényt, aztán megfordították, aztán úgy aprítottak. Nagyapám is halálos lövést kapott, de ezzel látszik, hogy milyen jó kiképzés, és együtt volt ez az ezred, tehát hogy nem estek pánikba, hogy a vezetőjük halálos és sérülést kapott, és hátravonták, vitték hátra, tovább folytatták a harcot. Mikor megtudták a katonák, hogy meghalt állását, hát talán akkor meghatványozott nekik az erejük, nekik bátrabbak voltak az emberek, meg úgy harcoltak, mint az állatok jóformán, mint az őrültek, úgy mentek előre. És ezt meglátták az oroszok, nem tudom, hány száz foglyot állítottak, mert menekültek egyszer az oroszok. Mert ezek már nem tudták, hogy milyen emberek ezek, hogy annyira tudnak harcolni. A pelyhes álló fiúk karabélyaik agyával mentek neki a gépfegyveres orosz hadnak. És minden tűzön, szuronyon, golyószóron keresztül, éjfél utántól másnap délelőtt 11-ig verekedtek. Bőven arat a halál. Sok
Nagyon sok bajtársunk alussza Limanovánál, Örkálmát. Az állás azonban ismét a miénk. A limanovai arcvonal jobb szárnyát megmentettük. A tízes lovas hadosztály, mint az oroszlánok küzdve, a szó legszorosabb értelmében az utolsó emberig feláldozta magát. Volt, de már nincs. Ott a halott bajtársának megrázta a kezét, szervusz bajtárs, majd megyek utánad. Akkor már többet vissza nem ment. Már ki voltunk merülve. Lefektettük a lovat, azt mondja, azt oda mentünk, vasárnál ott. Nem volt hó, de szemben tizenedni, nem volt hó. Fiam, ne tudd meg, azt mondja, mi volt ez. Ne tudd meg, elmegyek ebben az élettől. Aztán olyant is mondott, hogy volt a halottak, hogy ez olyan, aminek két felé vágták a fejét. Ilyeneket mondott. És belemelegedett a beszélgetésbe. Aztán hamarabb hagyta, mert ma, akkor nem, ő nem bírta mondani. Akkor azt mondta, ne tudja a többet. Ez a győzelmes csatatér most valami szívszorongató keveréke, forró könnyekre indító tájképe a békés nyugalomnak, jókedvű éneknek, imádságnak, égre néző orosz halottaknak, véres szeméttel nyikorgó szekereknek, arcra borult szegény magyar huszároknak, akik nem is tudták talán, hogy itt, a limanovai dombon, nyugtalan magyar városok nyugalmát verekedték ki, mikor északnak szorították az oroszt. Most ez a döntő cselekvés, hogyha nem így cselekednek, akkor menthetetlen, és ez a rész részelesik. Ezért mondjuk utána megkapta a Lipótrendet is, és a limanovai előnevet nemesi ranggal. Tehát elismerték azt a cselekedetét, hogy a döntő helyzetben tudta, hogy mit kell cselekedni. Egy katonai győzelem az mindig megmarad, az akármikor volt, még a 500 évvel ezelőtt is, akármelyik, ez mind a magyaroknak a hazaszeretetét meg aztán az dicsőíti tulajdonképpen az, hogy egy-egy nagy győzelem. Ez is az volt. Aztán az apám részese lehetett neki. Danutul negyedikben már akkor az volt a téma. Egy kicsit kihúztam magamat, mikor mondta, az apám ott volt. Meg volt, mikor az apám egyszer beszélt a Múrot Márul, meg is könnyezte. Meg nem könnyezett az én apám sohasem. Nem. Meg is könnyezte. Úgy szerették azt az embert. A limanovai győzelem szinte gyógyír volt a háború első hónapjainak vereségeire, óriási veszteségeire. Az emberek számára, a katonák számára rendkívül lehangoló volt ez a sok sikertelenség. A népléleknek volt igen fontos, hogy immáron ezen a dombokon a magyar huszárok, a soproniak és a fehérváriak olyan győzelmet arattak, ami tisztán magyar győzelem volt. Tehát egy olyan, amiben nem az osztrák katonák vettek részt, hanem mi magyarok. A háborús propaganda nyilván ki is használta ezt a sikert, és próbált az embereket lelkesíteni a háború sikeres folytatására. Nem kisebbítette a győzelem értékét az se, hogy most már tudjuk, hogy az orosz katonai vezetés milyen hatalmas hibákat követett el. Ez mit sem csorbít a magyar katona helytállás nem dicsőségén. Mur Otmar sírja és mauzóleuma, melyet kiemelten gondozunk,
egészen kivételes a katonai temetők sorában. Európában sehol máshol nem található a Limanovaihoz hasonló koncepcióval létrehozott sírkert, ami több, mint temető, hiszen már az első pillanattól kezdve egyúttal győzelmi emlékhelynek is számít. A jövőt illetően fontos, hogy a döntő limanovai csata megkapja az őt megillető helyét a tankönyvekben is. A lengyel történészeknek, akiknek számít a történelmi igazság, meg kell írniuk egy olyan kötetet, amelyben elmagyarázzák, hogy miről is szólt valójában a galíciai limanovai csata. És ki kell fejteni, hogy miért is volt az döntő jelentőségű, ki kell mondani, hogy a tét Lengyelország függetlensége volt. Ez az esemény is arra emlékeztet bennünket, hogy a lengyelek és a magyarok sok mindent el tudnak érni, ha válvetve segítik egymást. Bardzo wiele mogą osiągnąć swoje cele, no jeżeli występują razem. A lengyel-magyar barátság ugye mindig megvolt. És talán a lengyel részről még jobban tartották a barátságot, mint a magyarok. Itt megvan a hősöknek a tisztelete, de bármikor jöttem, itt mindig a kis huszároknak a sírján is mindig volt, hogy égett Mécses, nagyapámnál, mauzólamnál, mindig volt koszorú. Tehát ez egy felemelő érzés. Jóformán megtisztulva lép ki erről a helyről, ez egy olyan hely. És a régi magyar katonákra, magyar huszárokra itt Lengyelországban, hogy milyen nagy becsbe tartják ezt a cselekedetet, hát ez nem is lehet szavakba foglalni. A 60-as években agyvérzés kapott, bekerült a kórházba, az idegosztályra. Az idegosztályon ápoló, amely utcabeli gyerek volt, együtt jártunk iskolában Misivel. Aztán találkozott, te azt mondja, apács hol volt? Mondom, csúnya helyen volt. Azt mondja, éjjel fönn áll az ágyba, azt adonászik, kiabál, mindenféle. Te azt mondja, úgyhogy úgy fogták le hárman, azt inekciót adtak neki, az így tudott elpihenni. Visszatértek benne azok, ami a háborúban volt tulajdonképpen, amiket átélt. Akkor jött ki belőle. Hogy igen, de aztán, amikor elmondtam neki, csak mosolygott. Azt mondja, lehet. Azt mondja, lehet. Azt mondja, azt átélni, azt mondja, még egyszer nem lehet. A megpróbáltatások Béla generációjának mindennapossá váltak. Szeretett hazáját a trianoni békeszerződéssel szétdarabolták, de mégis talán ez a fájdalom éltette. Múltjára, huszár életére mindvégig büszke maradt. Kisfiát Csornáról egyszer még Sopronba is elvitte magával, hogy megmutassa neki az 1924-ben felavatott huszár emlékművet. Sorsok, történetek, családi tragédiák fortak össze a Limanova emlékműben. Ezt a lelki töltetet a kommunizmus idején akkor sem tudták elpusztítani, mikor az emlékművet egy éjszaka alatt ismeretlenek darabokra zúzták. A bűnözők csak azzal nem voltak tisztában, hogy a limanovai hősök szelleme nem a kőben, hanem a túlélőkben és az utódokban rejlik. Évtizedeken át suttogva beszéltek, még a Múr családban is, a dicső múltról, de az emlékek a diktatúra megfélemlítéseinek ellenére sem koptak el. Hogy miért? Erre egy huszárfőhadnagy emlékiratának utolsó gondolata ad választ. Az idők végtelenségén keresztül hirdetni fogja egyszerű kis sírotok a magyar önfeláldozást. Emberfeletti hősök vagytok ti, kik a limanovai ütközetben halálotokkal váltatok halhatatlanokká.